İyi de sakın. Adottam neki. Köszönöm. Nincs mit. Oh, yummy. Igen, az örömtől nagyon most átmentem, érted? Én átmentem. Mit akarsz? He, egy vasat sincs, nem, hogy egy ezresed minden vered a cégbe. Ha én most nem mentem volna, biztos agyon vedem magam. Nagyon akarsz egy verést? Szeretném tudni, hogy mikor éljünk már egy kicsit. Azért járunk iskolába, mert kötelező, vagy azért, hogy feleltessenek. Hozzád beszélek. Azért járunk iskolába, mert kötelező vagy azért, hogy feleltessenek minket. A jövőre 30-an eltünk, 30-an eltünk. Meg kell szabni a határodat. Beszéljünk már valami másról. Gondolkodtál már azon, hogy mi hogy kerültünk ide? Látod, nem
nálam csinálják a kóbor, ugye? Fúj már! Én most erre nem érek rá, nekem meg kell csinálnom az angol, a főcét meg kell még tanulnom, és az a matek házét is meg kell írnom, mielőtt megkapok néhány egyest. De hát? De most mondtam, hogy nem érek rá tanulni, inkább így lecettél, amit tudsz, és kitett volna a cuccaim közé. Jól van. Akkor menjünk. Jó. Ráadásul nem is hordhatom ki engedve. Azt kéne még, hogy szobafogságot kapjon. Így is minden napra csinál valami barnét. Esküszöm, nem értem, hogy tudok oda. Hát persze, megint megvárjanak. Ha nekem egyszer gyerekeim lesznek, akkor ők mindig lesznek majd. Még kertőt járnak. Amúgy meg is miért dolgozzal a nyert? Marcira gondolsz? Ismert másik előtt. Állj már le, velem mindig kedves. Vendla! 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 Tessék! Menjél én már, és mit lesz a kocsulát is? Gárnál a felületre. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a repülőbe hozzá az a gólya. Kérdezem tőle. Jó vagy lány? Jó, de figyelj arra, hogy mondjam. Meg én is megcsinálok, hogy a repülőbe az a gólya. Majd megkérdezem a kéményset. Szokban járni ezzel az időben. Olyan napak van, amikor eladod a szabad. A nővére már 2,5 éve van kérnél. Én pedig már 3-szorosan vagyok nagynéni. Mégsem tudom, hogy történik. Hát, kitől mástól kérdezni meg, mint tőled? Mesélj el mindent, hiszen te sem akarhatod, hogy 14 évesen egy újjában hívják. Milyen kislány? Ja, anya. Ahogy, hogy két embernek gyerekre lehessen, úgy kell szeretni a férjénket, aminek férfi szeret. Úgy kell szeretni, hogy a semmi és senki nem. Úgy kell szeretni, hogy én a te korod, amit nem lehet szeretni. Ennyi? Adj Isten, hogy ennyi legyen. Most pedig fogadj a kosarat és menjél. A fene az a parallelepipedon izé. Olyan négy szög, amelyek szemközti oldalai párhuzamosak és egyenlő hosszúak. Mit csinálsz, Hajus? Mit? Ebből adsz nekem? Nem, mert egy tanulni. Mintha neked nem kéne. Nem is se. Ha neked se kell, nekem se. Itt vagyok, szárnyalok és csak úgy bukhatok meg, ha kitöröm a nyakát. Komolyan
Ki ez a Marci? Tőled öngyilkossági gondolataim lesznek. Mi csak, hogy befér az egód az ajtón. Fiúk! Megkértek egy kis teát? Anya, elégem vagyok. Na, mielőtt visszajön anyukád, vagy esetleg öngyilkos leszel, mesélj csak el, mi van azzal a Vendla lányfel. Ja, persze. Engem van már abból, hogy mindenki csak azt nézi, hogy mekkora sejke vagy melle van a lányt is. Tehát mindenki az acskót kellett húzni a fejére, hogy ne akart, hogy elhány magad. Mint ha csak az egész világ a szexről szólna. Ja, főleg amióta leírtad aztán valamit arra a cetire. Azóta tényleg olyan, mintha az egész világ a szexről szólna. A legjobban azt tetszett, amikor leírtad, hogy a lányok, hogy mintha boldog istenek lennénk. Tudod mit? Színezd ki úgy, hogy akarod. Nem szeretik ilyenekre a fantáziát. Gyertek, kész a teha! Mit csinálsz itt ilyenkor egyedül? Már 3,5 órája jár az erdő. Sehol senki, de semmiből a szívdalom kívülnám. Jaj, te szegény. Min álmodoztál az erdő? Budaságokról. Arról, hogy milyen nagy szegényebb vagyok az átadnál. Semmi az csúszban kis kitűzítenek. Apának ott van veled, hogy ha nem hagyok össze elég pénzt hiányra. Ismerem az ilyet Vendla is. Az ilyenek, mint a te apádnál, nem léteznek. De igen. Végre például az egyik. Amazon voltam vagyok, és azon gondolkodom már, hogy egy hónapja, hogy egy segítetni költem. Annyira sajnálom szerint. Pedig egyszerű. El kell jelentni, hogy elvegyik tőle. Elképzelni sem tudom, milyen elfogad, és engem is soha nem. Én is hiszem, hogy bárki is megjött volna tőle. Mitől? Hát mitől a verés? Hova? Rá. Bolond vagy nem bártalak? De ha kérlek rám egy... Akkor sem. Miért? Sok vagy, hogyha a fennyére vagy szikére borzosít magunkat, mert attól nem fog a hirtelen nyerzíni. Engem is soha nem jöttek. Hát, képes vagy ilyet kérni? Ez jó lesz meg. Jól vagy? Igen. Milyen baj legyen? Kicsi lesz, nem sok valóban. Nem szeretek. De úgy van, fogd már fel, szeretni könnyű. Dehogy, jövés és egoizm. Épp olykor is szeretsz emberni, én téged. De most ne! Most ne! Amelyik meg a sajnos nem tudok, amire nincs annyi tényleg. Ahol a szívesen, hogy a
kettet sem mondani, mert nem lenne ember, mert haladsz a magához. Gábor. Aki jobb, az jobb, nem vagyok én közéjük való. Nem kell nekem, hogy alizzak, csak azért, hogy elfogadtanak. Én kivépek innen, és becsukom magam előtt az ajtót. Így is elég nagy gond, hogy ember létrendben nem érhetem igazi emberként. Hogy úgy teszek, mint ha minden ember. Mit keresel itt ilyen? Buliban voltam, és anyában foglalom. Az az is egy. Az egy? Igen. Maman, Bertrandor, Padinski, Lenz, Rács, Füle, már a többi. Bertrandor osztogó szemnek tart, és egy karitoszi osztogban állok. De hogy ez mekkora egy őrült kapott múltkor, szinten áll a könyörgő fegyelemért, és aztán a végén borzalmasan, de mondom borzalmasan összecsókol. De ha nem mész haza, akkor halálszol. Hát, a tegnap estét Noánál költöttem, a tegnap előtt folyókérzésnél, az az előtt Schmidtnél, Padinski festőkörtől. Valamelyik pedig eladtak egy kéből a festőt. Adonát a hangtartóból ugyan, mert pedig Áriát tett engedt a gyermekét a konyhából, és Adonát Csárira verte hozzá a hitát. Én pedig úgy kerültem, hogy nem kellett letenni. Mert ismerő elszakni. Ezt a negyedébe figyelni. Részeg volt. Igen, tegnap este úgy beittünk. Hol szeretek rá? Arra bele, a sörben bele, az Andalúzia egy pipi. A kocsmáros oda kötte hozzánk, és egész este ott maradt. Meg kell nézni. Látod, én már sem tudom, milyen a másnaposság. Múltkor 3 napig egyfolytában fent voltam, és itt a buliból a kávéházban, aztán délben a Bella Vistában, onnan végítettem, és aztán visszavoltam. Minek? Frissen fejt, kecskedélyt, ami szerinted minek? Szépen kivasarok a hajad, aztán csinálj egy közöleg. Nekem most nem van. Akkor nem kísérsz? Most nem. Szerintem onnan látszott, hogy izzadok, mert olyan geci meleg van. Köszönjük, doktor.
Itt vagyok.
nem basztam el. Te. Te is nagyon hallgatod. Köszönjük. Meg voltatok kiedve. Nagyon lelke. De nem volt. De szerintem nagyon ügyesek. Jó napot.